Elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik nem léphet pályára a Lipcse holnapi Brügge elleni csoportmérkőzésén. A 21 éves középpályás egy klubhoz közel álló portál beszámolója szerint a hétvégi Hoffenheim elleni bajnokin sérült meg, és az első röntgenfelvételek alapján kificamodott a bokája. A magyar játékosra további vizsgálatok várnak, hogy kiderüljön, nem sérültek-e meg a boka szalagjai. Szoboszlai tegnap a csapattól külön edzett, így szerdai játék a kérdéses. A Szoboszlai mellett Gulácsi Pétert és Willy Orbánt is foglalkoztató Lipcse számára egyébként fontos lesz a Brügge elleni találkozó, ugyanis a német együttesnek le kell győznie belga riválisát, hogy odaérhessen az Európa Ligát érő csoport harmadik helyére.